A nyár folyamán több felújítás és fejlesztés is történt Bonyhád és környékének óvodáiban. Sok kisebb beruházást tudtak lebonyolítani a több mint 10 millió forintos projekt során, mint például csapadékvíz elvezetés, kapujavítás, új kinti játékok vásárlása, ablakok cseréje. Elég mozgalmas és gazdag nyárról tudok idén is beszámolni. Most már sok éve a bőség zavarával küzdünk, ha szabad ezt így fogalmazni, hiszen az önkormányzat olyan összegeket biztosít az intézmény számára a különböző beruházási, fejlesztési, felújítási célokra, amik sok lehetőséget tartogatnak, és hát gyakorlatilag szinte minden óvodába jut minden évben új eszköz, vagy valami olyasmi valósul meg, amire már régóta várunk. Ez idén nyáron is így volt, és akkor, ha így sorba megyünk a Bonyhád város óvodáin, akkor a következőkről tudok beszámolni. A Ficánka óvodában megvalósult egy kiskapunak a cseréje, ami sok éves probléma szülői jelzések alapján. És ugyanennek a bejáratnak a csapadékvíz elvezetését is igyekeztünk megoldani, hiszen ez egy lefolyástalan terület, és mindig áll a víz itt, kialakítottuk a csapadékvíz elvezető medreket. Ebben az óvodában telepítésre kerül majd még játék a későbbiekben, mert nagyon nagy összeget kaptunk idén az udvarok fejlesztésére, és mindenhova jut új eszköz. A Ficánka óvodában viszonylag sok az eszköz, így mérleként át fognak kapni. A Szélkakasos óvodában új játékot telepítettünk, szintén forgókát, kettes hintát, és még vissza van egy kötélpiramisnak a telepítése. Ebben az óvodában egy nem látványos felújítás történt meg, ami nagy öröm mindannyiunk számára, hiszen a mázolások azok mindig szűk keresztmetszet az intézményben, mert nagyon időigényes, meg hát azért a bekerülési költség sem kevés. És itt ebben az óvodában sikerült végre a hosszú évek óta fennálló mázolási igényeket megoldani, és mellette festettünk is. Be van tervezve egy neon csere. Itt felmerült egy műszaki probléma, amit a festő kollégák jeleztek, úgyhogy egyelőre az függőben van, de ajánlatunk már van, árajánlatunk, és hát az őszi időszak is még rejt lehetőségeket. Itt, ahol vagyunk, a Malom óvodában, megcsinálták a szabadtéri színpadnak a hátsó falát. Remélem most már bomba biztosra, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon meg tudják kezdeni ezeket a falfelületeket. Nagyon jó hír, hogy egy úszókapu készül majd, ez folyamatban van, ennek az úszókapunak a gyártása, betonozási munkálatok már elkezdődtek. Itt telepítettünk egy nagy levente duplavárat, egy adományból egy fészekhintát, és tulajdonképpen ebben az óvodában ezek a munkák azok, amik fémjelzik ezt a nyarat. Vannak még folyamatban lévő műveletek is, amelyeket nem tudtak a nyári melegben megcsinálni, de a munka nem áll meg, és a függőben lévő fejlesztéseket is szeretnék úgy befejezni, hogy a gyerekek minél előbb kihasználhassák az ezekkel járó előnyöket. A Liget óvodában több tervünk volt, amit támogatott az önkormányzat. Ezek közül az egyik a beépített szekrényeknek a felújítása, ott voltak nagyon régi stílusú szekrényeink, aminek ajtaja se volt, ez folyamatban van, részt készen van. A Liget óvodában a villamos hálózat megújításának a tervezésére kaptunk megfelelő összeget. Ez a terveztetési folyamat is úton van, halad. Van egy csapadékvíz elvezetési problémánk a felső udvaron, itt meg kell várnunk az őszt, hogy lássuk, hogy mi folyik, és hova folyik, és miért nem folyik. Ez a régi téglagyárnak a területe, és valószínűleg egy agyaglencsével találtuk szembe magunkat, de hát igyekszünk megoldást találni rá. Ebben az óvodában is megvalósultak a mázolások, festések, és a Liget óvoda is kap egy kötélpiramist majd az ősz folyamán. A Pittypang óvodában folytatódni tudott az ablakcsere, a kisebb kiszolgáló helyiségekben, irodákban, nevelői szobában, fejlesztő szobában, itt a festések is megvalósultak, és ők is kapnak udvari játékokat majd még az ősz folyamán. Még egy szakasz van vissza az ablakcserék folyamatában, reméljük, hogy jövőre sor kerül majd rá. Abban az óvodában a nyár azzal kezdődött, hogy egy csoportban meg tudtuk valósítani a teljes csoportnak a
linoleumának a cseréjét, ami szintén nagyon jó dolog, hiszen már baleset veszélyes volt a régi. Nem csak a Bonyhádon található óvodák újultak meg a nyár során. A Napsugár óvoda Majoson jelentősen érintett az idei felújítási rendben. Befejeződik az udvarnak a rehabilitációja, ez azt jelenti, hogy teljesen elbontottuk a régi játékokat, nagy mennyiségben, illetve nagy értékben rendeltünk új játékokat, homokozó csere zajlik, hintásvárat vásároltunk, kötélpiramist telepítettünk, magas ágyást építettünk, és itt ebben az óvodában megjelenik egy olyan ütéscsillapító technológia, ami az intézményben eddig nem volt jelen, ez egy ilyen gyeprácsos megoldás, amit eddig nem alkalmaztunk, vagy gumikat, vagy ütéscsillapító gumi jellemző, vagy pedig kavics a homok mellett az ütéscsillapításban, úgyhogy kíváncsian várjuk a fejleményeket ebben az ügyben. Hát itt nagy földmunkákkal kellett szembenézni, támfalat kellett építeni, és már állnak a játékok, de hát a terület kialakítás még folyamatban van, aminek azért nagyon örülünk. Ebben az óvodában ablakcseré, befejeztük az udvari oldal ablakcseréjét, tehát a konyhai folyosó ablakai megújultak, illetve kicserélték a konyhai folyosó ablakait. Az épület északi oldalán utólagos hőszigetelés készül majd az ősz folyamán. A folyosót elhatároltuk az energiaköltségeknek az optimalizálására, és a Majosi óvodában is megbízást adtunk a villamos hálózat tervezési munkálataira, úgyhogy azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy tehát nem is hinné az ember, hogy ez a sok kis dolog milyen nagyon sok, illetőleg nem sok millió, hanem több 10 millió forintba kerül. Az óvodáknak a Bonyhádi Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya is segítséget nyújtotta a munkálatok során. Horváth Klára intézményvezető elmondta, mennyire fontos egy jó együttműködés egy ilyen beruházás lebonyolításánál. A hivatal műszaki osztálya jelentős segítséget nyújtott itt ebben az egész folyamatban, teljes nyáron felügyelték a kivitelezést, a beruházásokat, úgyhogy ezért hát igazán köszönet illeti a kollégákat. Tudom, ez a dolguk is, de mégiscsak úgy érzem, hogy egy jó együttműködés a hivatallal, az mindig nagyon-nagyon segíti az intézményvezetőnek a munkáját. A beszoktatási időszak már megkezdődött a legkisebbeknek, úgyhogy a fejlesztéseket lesz, aki kihasználja, hiszen az intézmények idén sem szenvednek hiányt gyerekek terén.